18-19. Század hangulatát varázsolták a keszthelyi sétáló utcára a verklisek. A korhű ruhákba öltözött kintornások számos ismert slágert is megszólaltattak a látogatók nagy örömére. A Verkli Fesztiválnak már törzs közönsége is van. Sokan a program idejére tervezik a pihenésüket, de külföldiek is szívesen szórakoznak a sétáló utcán. Minden évben igyekszünk így igazítani a kirándulásunkat, hogy a Verkli Fesztiválra érjünk ide. De nagyon szeretünk, évek óta visszajárunk. I'm for the first time here in your city. Először vagyok itt az önök városában, mondja ez a ljubljanai vendég. Úgy véli, nagyon szép és érdekes a város és a fesztivál is. A Verkli leginkább az idősebb korosztály körében népszerű, de a fiatalok is egyre inkább érdeklődnek a zenegépek iránt. Bátki Márton Boldizsár például szívesen ki is próbálta a kintornát. Nagyon felemelő érzés, azért figyelni kell, hogy az ember milyen sebességgel tekeri a hangszert, de nagyon könnyen rá lehet érezni, és nagyon jó érzéssel tölti az embert, hogy mások mosolyognak azon, ahogy ő zenél. Tanzen meg, ich jauzen meg, ich in die Welt beschrein. Mein ist die Schütte der Frauen, mein allein. A 6. Verkli Fesztiválon 70 zenész közel 60 verklit szólaltatott meg. Legnagyobb számban a németek és az osztrákok képviseltették magukat, de érkeztek kintornások Szlovákiából, Szlovéniából és Hollandiából is. Második éve vesz részt a programon a világ legkisebb verklis házaspárja, ők Svájcból érkeztek. In Kesteiti, das Publikum ist einfach sehr liebenswert. Keszthelyen a közönség nagyon szeretetreméltó. Én azt gondolom, hogy az egész világon nincs olyan jó közönség, mint Keszthelyen. Talán itt a kulturális kínálat nem olyan nagy, mint nálunk Svájcban, vagy korábban otthon Németországban, de az emberek itt nagyon rokon szenvesek, és nagyon szeretik a hangszereinket, mondta a svájci zenész. A Verkli Fesztivált a Keszthelyi Turisztikai Egyesület szervezi, de több civil szervezet is közreműködik a lebonyolításában. Kezdetben 2 évente rendezték volna meg a programot, de a verklisek körében annyira népszerű a keszthelyi rendezvény, hogy minden évben szívesen jönnek a városba. A Verkli fesztiválok közül Európa szerte a keszthelyi az egyik legnépszerűbb. Minden évben, amikor itt vannak a berlini küldöttségtől, az osztrák küldöttségtől, vagy akár a szlovákok, szlovének, minden évben különböző kulturális folyóiratokban, külföldi nyelven rengeteg fotóval illusztrálva jelennek meg cikksorozatok, hosszú cikksorozatok a keszthelyi nemzetközi Verkli fesztivál. Nem csak a verklisek, hanem a keszthelyiek és az ideérkező vendégek körében is nagy népszerűségnek örvend hazánk egyetlen Verkli fesztiválja.